Megyeri János szobrászművész rekonstruálta a 19. század közepén élt férfi kinézetét. Itt daguerotípiák voltak, tehát a fényképezést már föltalálták, tehát ilyen szempontból szerencsém volt. Én minden esetben kortól független nagyon sok korszakát nézem meg annak az embernek, akinek a portréját megalkotom, és nagyon sokat olvasok utána, hiszen ilyen 35-40 év fölött az embernek a jelleme, karaktere kirajzolódik az arcára, és az ő szeméből azért lejött az, hogy azért ő nem volt egy finom úri ember. És ezt is igyekeztem a figuránál visszaadni, hogy azért egy veszélyes pali volt. Megyeri János különféle stílusokban és anyagokkal dolgozik, azonban legjellegzetesebb munkái a hiperrealisztikus szobrok, amelyek meghökkentően élethű anatómiai tulajdonságokkal rendelkeznek, már-már lélegeznek. De vajon milyen előképek alapján születik újjá egy 209 éve született ember? Ugye itt látszik, hogy van rajta kalap, szemöldök, bajusz, egy csomó minden, ami azért jellegzetessé teszi a figurát. Nekem ezt mind le kell csupaszítanom, tulajdonképpen valahogy így nézett ki. Tehát hogyha megfigyeljük, akkor lehet látni, hogy azért annyira nehéz ráismerni így a figurára. De hát aztán, amikor de nekem bele kell ugye látnom az egész karaktert, és amikor elkészül, akkor azért lehet látni, hogy ugye teljesen életre kell a bajusszal. Miután agyagból megmintázta a karaktert, negatívot készít, amelybe speciális szilikonanyagot önt. A megszáradt szilikont festi meg aztán, a haj és szőrszálakat pedig egyenként ülteti be a helyükre. Így elevenedik meg Rózsa Sándor teljes valójában. Elég jó van borotválva ezen a képen, de valószínűleg a hétköznapi életben nem tudtak mindenre borotválkozni az emberek. Tehát én azért is gondoltam azt, hogy sokkal betyárosabb is talán, hogyha egy ilyen borostásabb arccal ábrázolom a Rózsa Sándort. A művész a középkorú, már meggyötört betyár alakját formázta meg, aki asztalánál borozgatva talán épp számot vett múltjával. Rózsa Sándornak 60 büntette ismert az utókor számára. A köztörvényes bandita azonban az 1848-49-es szabadságharcban is részt vett. Kossuthtól ugyanis amnestia levelet kapott, cserébe 150 fős szabad csapatával kellett harcba vonulnia. Csak loptak, öltek és gangsterkedtek, hogy a mai szóhasználattal mondjam, tehát ők betyárok voltak, de ellenben a 48-as szabadságharcnál, forradalomos szabadságharcnál. És itt most mindegy is a motiváció, hogy a kegyelem miatt, vagy a bármi miatt, de csak oda álltak a Kossuthék mellé, és a hazájukért harcoltak. És ez egy annyira erőteljes pozitívum, én azt gondolom az ő és az ő betyártársainak az életében, amit szerintem muszáj megemlítenünk. A szabadságharcot követően Ferenc Józseftől kegyelmet kapott. Nem akarták, hogy nemzeti mártír váljon belőle. A kufsteini várbörtönben raboskodva a Rózsa Sándor valódi látványosságnak számított. Belépődíj fejében bárki megnézhette a hírhet haramját, akinek élethű szobra ma a Kondorosi Csárda Múzeumban várja a látogatókat.